Az előző évek hagyományaihoz hűen a Káposztásmegyeri településrészi önkormányzat, valamint az Újpesti Kulturális Központ karácsonyi sport és kulturális programokat szervezett Káposztásmegyeren. December 11-én hétfőn a Karácsony a világ körül című előadást láthatták a Homoktövis Általános Iskola alsó tagozatos tanulói a Majorka Színház előadásában. De éppen azért jöttem, hogy az evésről beszéljek. Katonáit éppen az imént törtekbe mi hozzák. Minden élelmet elvittek. Nem tudom, hogy mit adok majd a gyerekeknek. Attól félek, éhen van. Hát azt én is nagyon sajnálnám. De tudod mit, papocska? Nos? Hozd el hozzám azokat a gyerekeket. Majd én faragok belőlük, belég vérszomjas katonákat. Azt nem szeretném. Hogy fegyvert fogjanak? Soha. Én írni, olvasni és számolni tanítom őket. És arra, hogy tudják, mi az, hogy jó, és mi az, hogy rossz. Nagy dolog, azt én is tudom. Pedig nem tőled tanultam, a jó, a nap folytatásaként a már hagyományos Káposztásmegyeri karácsonyi focikupát rendezték meg a Káposztásmegyeri általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjainak. Van innen egy szabadrúgás? Igen, a két gyerek. Igen, a csapatjáték, az amely nem lehet. A harmadik és egyben utolsó programra december 16-án szombaton kerül sor, amikor a Babszem Jankó bábszínházi változatát láthatják a legkisebbek a Megyeri Klubban.